Egyszer csak azon kaptam magam, hogy fülig szerelmes vagyok belé, és ettől kezdve valahogy kerekebb lett számomra a világ. Szebbnek láttam a napsütést, illatosabbnak éreztem az esőt, boldogabb voltam attól, hogy élek, és hogy az ő közelében lehetek. A valóságban a szerelem ezerszer szebb és jobb, mint valaha hittem. A szív dübörög, a lélek újjong, a test ünneplőbe öltözik, hogy a legszebb formáját nyújtsa. És amikor egymás karjaiba olvadunk, megszűnik létezni a világ mindenség. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jegyespárt, Telek Judit menyasszonyt, Erdélyi Ádám vőlegényt, tanúikat, szüleiket és minden kedves vendéget. Itt van, eljött a nagy nap, mikor szív a szívnek, örök hűséget fogad. Kérem, legyenek önök is tanúi, mikor Baba és Ádám szerelmüket házassággal pecsételik meg. Kedves jegyes pár, a mai nap gyönyörű, ma minden csupa virág, szalag, mosoly, hiszen ma ünnep van. Pedig szeptember 1-jét nem jelzi a naptár piros betűvel,
számotokra mégis a legszebb családi ünnep lesz. Kívánom, hogy egy életen át szeretettel emlékezzetek a mai napra. A világon mindenhol a legszebb események közé tartozik, mikor két egymásra talált boldog ember örök hűséget fogad. Szövetséget köt a szépre, a jóra, egy igaz boldog életre. Az ember nem magányra született, hanem családban keresi a boldogságát. Ti megtaláltátok azt a társat, aki mellett biztonságban érzitek magatokat, és akivel el tudjátok képzelni a közös jövőt. Fontos, hogy a szeretet érzését nap mint nap fokozzátok egymás szívében, hogy ugyanilyen melegséggel és gyengétséggel tudjatok egymáshoz közeledni. A szeretet az, ami élteti az embert, gazdagítja értékeit és alkotásra készteti. A szeretet elsimítja a konfliktusokat és felszárítja a könnyeket. Kedves Judit és Ádám, a ti találkozásotok különleges. A Tinderen keresztül ismertétek meg egymást. Az első beszélgetés telefonon zajlott le. Judit éppen a munkahelyén volt. Ádám első pár mondata akkora hatással volt rá, hogy hangosan felkacagott. Annyira jó volt a beszélgetés, hogy nem akartátok abba hagyni. Az első randin Judit kérése az volt, hogy Ádám nyűgözze le. Amikor megpillantottátok egymást a jégbüfé előtt, az első mondat így hangzott: hű, de magas vagy. Jól indított Ádám. Majd a víztározóhoz mentetek, ahol a panorámában gyönyörködtetek. Majd csúcsó, biliárd, és sokat beszélgettetek. Ádám rémisztő volt elsőre, ambiciózus, eltökélt, sikerorientált természetévével, de a jövő másképpen alakult. Egy hét múlva újabb randit fixáltatok, ám ezt Judit elfelejtette. Ádám gyorsan váltott, egy újabb találkát hozott össze, de ez nem volt jó. Majd a következő hétvégén Judit egy nótácskát dobott Ádámnak. És milyen jól tette. Azonnal összecsörögtetek, és elkezdődött a ti történetetek. Iszonyú hosszú utat jártatok be egymásért. Bár tündérmese volt a kezdet, de sokat tanultatok egymásról, és persze önmagatokról is az eltelt 2-3 évben. Volt, hogy szakítottatok, külön folytattátok életeteket, de közben majd meghaltatok. Szerelmetek mégis legyőzte az akadályokat. Egyikőtök sem volt soha olyan szerelmes és boldog, mint egymás oldalán. A beszélgetése, a nevetés, a játék, az utazások, vagy csak az otthoni mindennapok is utolérhetetlenek. Jönnek néha viharos veszekedések, de mára egyre okosabban és lecsengőbben zajlanak. Mostanság nem menekülő útvonalat keresek, hanem a rendre és a megértésre törekedtek. 2017. október 27-én meglepetés lánykérésre került sor. Egy nagyon rossz, esős, fáradt, nyűgös napon Ádám elcsalta Juditot a víztározóhoz, ahol letértett, és mint a mesében, föltette a kérdést: leszel a feleségem? Judit annyira meglepődött, hogy azt hitte álmodik. Igent mondott, majd a taxiba beülve a taxisnak is boldogan mutatta a jegygyűrűjét. A vakvarjúban vacsoráztatok romantikus környezetben. Teljes ámor, boldogságban úsztatok. Otthon is levette Juditot lábáról rózsaszirmok, pezsgő. Tökéletes, fantasztikus lánykérés volt. Örömmel fogjátok leélni egymás mellett életeteket. Sokat utaztok, kedvencetek Horvátország, Egyiptom, ahol tökéletes napokat töltöttetek el, búvárkodással, tevegeléssel, városnézéssel, majd következett eddigi legnagyobb élményetek, Florida. Közös szerelmetek, kiskutyátok Virsli, aki bearanyozza közös napjaitokat. Felnőtti válásotok első közös nagy döntését hoztátok meg akkor,
amikor szerelemmel a szívetekben megjelentetek előttem azzal a szándékkal, hogy egymással házasságot kössetek. A bemutatott okirataitok alapján megállapítom, ennek törvényes akadálya nincs. Megkérlek titeket, tanúitokat és a kedves vendégeket is, hogy a házasságkötés hivatalos perceire szíveskedjenek felállni. Köszönöm. Kérdést teszek fel mindkettőtöknek, amelyre kérem, hogy határozottan és őszintén válaszoljatok. Kijelentede Telek Judit, hogy az itt megjelent Erdélyi Ádám vőlegényeddel házasságot kívánsz kötni? Köszönöm. Kijelentede Erdélyi Ádám, hogy az itt megjelent Telek Judit menyasszonyoddal házasságot kívánsz kötni? Igen. Köszönöm. Egybehangzó igen kijelentésetek alapján megállapítom, hogy erdélyi Telek Judit és Erdélyi Ádám a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében e perctől házastársak. Gratulálok! Kedves vendégek, foglaljanak helyet. Köszönöm. Megkérlek titeket, hogy a házassági bejegyzést aláírásokkal is hitelesítsétek. Először a kedves feleséget kérem. Kedves férjed, kérem. Köszönöm. A feleség tanúját, kérem. Fogadom, segítek, hogy szeressélni, hogy mindig gyöngéd leszek hozzád, és lesz elegendő türelmed. Hogy beszélek, amikor kell, és hallgatok veled, amikor nem. Hogy a szíved melegében élek, és az lesz az otthonom. Összetartozásatok jelképeként kérem, illesszétek egymás ujjára karika gyűrűiteket. Kedves házaspár, házastársak lettetek. Manapság a házasság és a családalapítás egy szövetség a világ ellen. Egy kis sziget megteremtése, ahol jó lesz élni. Nagy közös munka és felelősség. A szigeten látszólag mindig minden nyugodt és békés. Mindig süt a nap, és egyszerűen csak megnyugtat, hogy ott vagy, jól érzed magad. De a szigetet bármelyik oldalról érhetik nagy hullámok, viharok, a házas élet felhői is megérkeznek villámlással, dörgéssel, pont úgy, mint a természetben, és éppen olyan természetesek is,
sőt, éppen olyan hasznosak is, mert utána kitisztul a légkör, az egyformaság szürke porát leveri az eső, újra süt a nap, és akkor látni, milyen szépen süt, akkor érezni, milyen áldóan meleg. Ti szerencsések vagytok, mert megtaláltátok azt az embert, akivel a szigetet őrzitek. Segítsétek egymást a hétköznapokban, egymás terveinek megvalósításában, vagy épp apró figyelmességekkel lepjétek meg a másikat. De a lényeg, kössétek meg házasságotokat minden nap újra és újra. Engedjék meg a tisztelt szülők, hogy az ifjú pár nevében önökhöz is szóljak. A mai napon valami megváltozik. A lányból asszony lesz, a legényből férj. A szeretetben felnevel gyermekük, elhagyja a szülői házat, de jusson eszükbe a pillanat, amikor önök is vállalták a szerelmüket, és vele együtt az önállóságot. Ha erre a szerelmes ifjú párra tekintenek, osztozhatnak az ő örömükben, és láthatják a családban eddig kapott szeretet továbbadását, aminél talán nagyobb öröm nincs is. Kedves Judit és Ádám, ezekben az ünnepélyes, örömteli pillanatokban gondoljatok azokra, akik a legközelebb állnak a szívetekhez. Szüleitek is nagy izgalommal készültek a mai eseményre, hiszen tudjátok, a szülők akkor boldogok, ha a gyermeküket is annak látják. Rájuk ezentúl is számíthattok, és a családi ünnepek, amelyeknek a száma mai napon egyenlőtt, legyenek mindig fontos alkalmak az együttlétre, a közös ünneplésre. Köszönjétek meg most mindazt, amit tőlük kaptatok, a sok-sok szeretetet, a gyermekeikért érzett aggódást, a biztató szavakat, és azt, hogy ma itt állhattok együtt, életetek új szakaszának a kezdetén. Köszöntsétek szüleiteket és keresztüleiteket. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game. Two love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Mikor kicsi voltam, ki vigyázott rám? Patyolat pólyába te takartál, anyám. Te tanítottál meg a legelső szóra. Óvtál minden rossztól, tanítgattál jóra. Becéztél, neveltél, fáradoztál értem. Mikor beteg voltam, virasztottál ébrem. Lázas homlokomat kezed hűsítgette, de amikor fáztam zimankós hidegben, a meleg tenyered óvott, melegített. Ha te simogattál, nem is volt már hideg.
Mindig erős voltál, én mindig a gyenge. Ha csak ruhád szélét foghattam kezemben, erős lettem én is. Így mondtak az évek. Gyönge, gyermekkori, gyönyörű emlékek. Úgy érzem, most is kicsi vagyok, gyenge. Ennél több, ennél szebb nem is jut eszembe. Köszönöm, anyám, hogy fölneveltél, hogy engemet utamra engedtél. Jóságodat én meg nem szolgálom, csak áldjon meg az Isten, azt kívánom. Édesapám, kedvesapám, te néked mit is mondhatnék, amit te nem tudsz régesré. A napfény is szebben ragyog, ha házunkat besüti a te napfényes mosolyod. Köszönöm te néked, vélem való vesződtséged, ételemet, italomat, legeslegjobb falatimat. Jóságodat én meg nem szolgálom, csak áldjon meg az Isten, azt kívánom. Egyedjétek meg, hogy záró gondolatként egy személyes történetet osszak meg veletek. Egyszer megkérdeztem a nagymamámat, aki 75 év házasságban élt, hogy mi a jó házasság titka. Nevetve azt felelte, a 3H. Hit, humor és hallgatás. Nos, én kívánom, hogy mind 3H-ban bővelkedjék házasságotok. Legyen sok örömötök, sikerüljön mindaz, amit elterveztetek, és legyetek nagyon boldogok. A mai nap öröme és boldogsága kísérje házasságotok hétköznapjait. Érjétek el mindazt, amit elterveztetek, amire vágytok. Életetek legyen olyan, mint a virágzó fa. Öröm és boldogság virágozzék rajta. Kívánom, hogy legyen ez a legtisztább kapcsolat, ami békés, boldog és örökkévaló. Egy életre szóljon és egyetértésben teljen. Szeretném nektek átadni a mai nap emlékéül az embert. És akkor egy pezsgős kocintásra várom ide a szülőket, hogy gratuláljanak az ifjú párnak. Köszönöm. Addig, amíg a vendégek kezében nincsen pezsgős pohár, kicsit a szülőket megkérem, hogy oldalra álljanak. Hölgyeim és uraim, Budapest legifjabb házas párja áll önök előtt, és kérem, hogy egy végtelen, hatalmas tapsolat, míg a csók, tapsoljuk a dolgokat. Milyen az ifjú pár? Gratuláció, de nem tudjuk, igen, hogy... Hát ki kell állni oda egyébként, és akkor ahogy jönnek az emberek, akkor, csak én a ceremoniamester, hogy ő bemondja, hogy tud. Tud, ma ő profi.
gyakoroljuk a táncot. Gyerünk, közös fotó, hova menjek, mert jövünk. Emeld inkább a kámaszkozom én. Hogy leszek a megyek? Mert már jövök hátulra. Csak kérdezem. Szerintem bírja ez. Így. Az se rossz. Az se rossz. Ez olyan, mint a kutyával, csak most azt mondja sétáltatni. Seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Szeretném megcsókolni a mennyasszonyt, most már lehet.
Én az ifjú pár. Akkor szeretettel köszönöm először is az ifjú pár. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a családom többi tagját, kislányomat, unokámat, Gergőt. Aztán nagyon nagy szeretettel köszöntöm a most már feleség rokonságát. És az összes kedves egyedülmet. Minden szépen és jó örök boldogságot kívánok, hogy kívánok. Köszönöm szépen! Szomorú filmmagatot muszáj mondanom. Nagy bánatunk, hogy a mamám nem érte meg ezt a gyönyörű napot, ezt a csodálatos életünk egyik legszebb napját. Ugye, most jön a vidámon rész. Külön öröm számomra, hogy a családunk két Judittal bővül. Itt most már három Judittunk van. A lányom, a menyem és a nász asszonyom. Hogy már csak mirában mi ketten hallgatunk más névre a nők között. Az egy további nagy boldogság, hogy amúgy elég kis számú családunk ilyen fantasztikusan kedves tagokkal bővül. Úgyhogy nagyon szeretném kifejezni. Mert örömmel, hogy az egész családon nevében elmondhatok. És hogy ilyen sok vendég egyedül, közöttük olyan felnőttek Ádám korosztályában, akiket pici korukban láttam legutóbb, meg akik az egyetemről ismerősek, őket nagyobb korukból, és a balatoni nagyon kedves társaságon ki ne felejtsen. Nagyon sok boldogságot kívánok ifjú párnak, és az összes kedves vendégnek nagyon jó meglátást, jó szórakozást kívánok. Kedves barátaim, ünneplő közösség! Mégis azért gyűltünk össze, hogy tanulni legyünk ennek a ifjú párnak, a Juditának és az Ádám házasság kötésének, ami számomra teljesen természetes volt, hiszen figyelve az ő pályájukat, amióta ismerem őket, világos volt, hogy ennek a vége az, hogy szorosabb akarnak egymáshoz tartozni, és a szerelmüket, a szeretetüket valamilyen írással, papírral akarják megpecsételni. Ez megtörtént, ezúttal is nagyon gratulálok neki, mindenki nevében mondhatom, hogy ez egy rendkívül boldognak az életében. Akkor, amikor Ádámot megismertem, akkor egy nagyon okos, intelligens embert ismertem meg, akinek határozott céljai, határozott elképzelései voltak az életről, és olyan elképzelések, amelyek számomra szimpatikusak voltak, és aki ezért ezekért a célokért, a megvalósításokért komolyan tudott is tenni. Aki szeret és tud dolgozni. És én nekem meggyőződésem, hogy aki szeret és tud dolgozni, egy jó társ mellett bármit el fog érni, el tud érni a világba, ez egy nagyon fontos szempont. Amikor ahogyan egy határozott férfi embertől Lilli megkérte tőlem a kislányom kezét, akkor két típusú érzés jelent meg. Az egyik abból fakadóan, hogy egész életem abból állt, hogy felneveljem a gyerekeimet, értéket közvetítsek, hasznos tagja legyen a családjuknak, a társadalomnak, akik őket körbe veszik. Védjem őket ugye mint lányokról van szó, vagy lányról van szó, a hidegtől, melegtől, a problémája volt, akkor én voltam az a
rendíthetetlen kőszikla, amire lehetett támaszkodni. Segítettem a problémák megoldásában. Most nagyon örültem, hogy ezt a feladatot, ezt most már nem nekem kell csinálni, hanem rábízom Ádámra. Ádám, nagyon vigyázz erre a kincsre, amit megkaptál. A másik érzés az kicsit ellentetje ennek a dolog, kicsit szomorú, hogy elvégeztem a munkámat. Felemeltem a kislányokat. Már talán nincs is rám szükség. Ami nem így van, tudom, de ez az érzés azért megjelent akkor. De bízom benne, hogy újabb feladatot fogunk kapni, hiszen profi és gyakorló babakocsi tologatók vagyunk. Tehát a horizont vál
érjétek el az álmaitokat. Az emberi kor legvégső határaig tartó, egészséges és boldog életet kívánok nektek. Köszönöm, hogy vagytok. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until break of dawn. The cold night takes us to a place to escape the chill. Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you
Érkezik. Jöhet a zene, jöhet a taps!
jön ez a torta. Álljatok be a tortázat mögé. Lépekezzétek el, ugyanis egy fotó, hogy az örökké valóságnak megmaradjon ez az édes csoda. És jöhet még a tarts, hiszen ez az egy torta jelképezi majd az ő házasságukat, és a körülést, amelyet most már családként adnak vissza, és akinek fel van a keze, azt mondja a nadrágot, aki nem más, mint a mennyasszony. Jöhet az első szelet természetesen az ifjú párnak, alul van meg a tányérot. Jöhet még, ott van alul. Az első szelet jogán egy akkora falatot, amennyire szeretitek a másikat. Kéne egyszerre, nagyon fontos, hogy egyszerre vegyetek egyet. Amennyire szeretitek a másikat, egy akkora szeretet kéne nyújtani a másiknak a szájába. Villával vagy villa nélkül, most már mindegy. A szeretet véget nem ér. Na jöhet, jöhet a mennyasszony, hogy mennyire szereti ez a vőlegény. Cukor, piskot nem számít. Erről van szó, kérem szépen. A boldog házasság titka. A szerelmet nem lehet eltúlozni. Menjen az a falat, a szerelemnek le kell menni. És egy-egy szeletet vágjatok az örökszülőknek is, légy szíves, akik oly sok mindent tettek ebben, oly sokat főztek, sütöttek, etettek, hiszen itt megjelenik egy szeletet, ők is kapjanak most már tőletek, mint a újonsült családfőtől és családtól. Az öröm anyát kérjük, a mennyasszony oldalára. Tartsod az öröm anyának! Másik öröm anyát is kérjük, hogy fáradjon oda, hiszen kiérdemelt ezt a szeretet. Jócskán, tapsot kérjük neki is! És akkor kérem szépen, jöhetnek a női sikolyok, jöhet az összes taps, az öröm apának! És akkor kedves látnék, kérjük a testvéreknek is egy-egy szeretet, aki mindig ott volt, mindig itt lesz, tanúkért vagy testvérként. És jár a taps a tesóknak is. Jóban, rosszban, csíptelésben is azután. És utána pedig kedves látszik, lehet jönni kortárki. Elsőként kérjük a családot, a keresztülőket, természetesen, hogy fáradjanak ide egy-egy szerepért. Keresztülő, keresztmama, keresztpapa. Jó étvágyat kívánok, milyen a torta, kérdezem közben. Finom! Ennyi, nem kell többet mondani. Jó étvágyat kívánok, és a pár nagyon-nagyon tükti és vágja ezt a szép-szép tortát, de hát az a sors, amit minden ilyen gyönyörű sütemények, hogy egyszer elfogyott. És lehet jönni, lehet, hogy kérünk egy kis segítséget majd itt. Nézzek az Ádámra, ha esetleg szeretnétek, hogy se segítsen itt a erre szakosodott kezű főhúrakban lehet. És lehet jönni, kedves Nászkén, tortáért. Kérdezem, hogy milyen ízek vannak az Ádámtól. Nagyon jó ízek. Nagyon jó ízek. Jó. Nagyon-nagyon finom, úgyhogy kóstoljátok meg. De milyen? Így lesz, így lesz. Ízek. Túró. Azt hiszem, vagy vaníliás. Megkérdezzük, milyen túró van benne, és vanília? Kedves Nászlép, kedves Budapest, kedves egész Magyarország, eladó a mennyasszony! Lakodalom valami utcára, fényhez megy a falu legszebb lánya. Hivatalos vagyok oda én is, nem mennék el, ha százszor üzennél is. Hivatalos vagyok oda én is, nem mennék el, ha százszor üzennél is.
vége van már alakodalomnak. Nagy bánat a vanamegy asszonynak, forgatja a karika gyűrűjét, sajnálja a régi szeretőjét. Forgatja a karika gyűrűjét, sajnálja a régi szeretőjét. Ez megy a falu legszebb lányom, hivatalos vagyok, oda én is nem mennék el, ha százszor üzennéd is. Hivatalos vagyok, oda én is nem mennék el, ha százszor üzennéd is. Egy asszonynak urizálok, de furizálok. A csúnyákra fittyet hányok, de fittyet hányok, de fittyet hányok. Jaj, a szívem meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja, hegyes egyedül. Jaj, a szívem meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány meg a fa, aki minket összead, csak azt tudja, egyes egyedül. Egy asszonynak urizálok. A csúnyákra fittyet hányok, de fittyet hányok, de fittyet hányok. Jaj, a szívem meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja, egyes egyedül. Jaj, a szívem meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja, egyes egyedül. Jaj, a szívem meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja, egyes egyedül. Jaj, a szívem meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány meg a pap, aki minket összead, csak azt tudja, egyes egyedül. Isti babám az ajtó, csendesen merve hallják a szomszédok. Nyisd ki babám az ajtót, csendesen merve hallják a szomszédok. Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. Ha meghallják, ott hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. Eladó a mennyasszony még 500-ért, az se baj, ha kifizetett dupláért, de az, aki a legvégére marad, nem úszta meg soha 10 rongy alatt. Eladó a mennyasszony még 500-ért, a következő elviheti dollárért, de az, aki a legvégére marad, nem úszta meg soha 10 rongy alatt. Ettetek is, ittatok is már eleget,
a mennyasszony táncál, senki úgy sem mehet. Az asztaltól lehet lassan felállni, még mindenkinek olcsón lehet beszállni. Eladó a mennyasszony még 500-ért, az se baj, ha kifizetett dupláért. De az, aki a legvégére marad, nem úszta meg soha 10 rongy alatt. Eladó a mennyasszony még 500-ért, a következő elviheti dollárért. De az, aki a legvégére marad, nem úszta meg soha 10 rongy alatt. De az, aki a legvégére marad, nem úszta meg soha 10 rongy alatt. Saca el sable.